Az idén 16 éves magánzeneiskola földáki tagozata előadást tartott. A bemutatón rengeteg szülő és barát tapsolt büszkén családtagjának, ismerősének. A rendezvényhez képkiállítás is kapcsolódott. Hát az első az nagyon érdekes volt, hisz szeptemberben kezdődött az oktatás, és már februárban megvolt az első vizsgaelőadás. Hát ahhoz képest azt hiszem, hogy meg lehet nézni, hogy mi változott, hisz ha azt nézünk, két profi néptáncsoportja van már földáknak, valamint van hangszeres zenekara is, illetve előadó művészek vannak, fiatal művészek vannak, illetve képző művészek is vannak, akik kikerültek ebből az oktatási rendszerből. De ez mindenképpen azt jelenti, hogy akár az ünnepségeken, akár a falunapokon, akár milyen rendezvényen végülis egy színvonalas műsort tudnak adni, kiegészítik a egy-egy rendezvénynek a képét. Tehát sokat jelent, nem beszélve arról, hogy a testvértelepülések kapcsán, illetve külföldön is részt vesznek különböző rendezvényeken, ünnepségeken, és ott is végülis földágot képviselik. Hát ennek épp ez a lényege, egyrészt az, hogy az óvodásoktól kezdve egész a főiskolásokig, illetve már a felnőtt emberekig végülis, akik 16 év alatt sok korosztály kikerült ebből az iskolából, meg lehet nézni, hogy egy óvodás körtáncból hogy alakul ki egy teljesen profi táncos, illetve egy profi néptánccsoport. És ezt a szülők is egyrészt támogatják anyagilag, másrészt a gyerekeket inspirálják arra, hogy járjanak ezekre a foglalkozásokra, illetve a gyerekek egymás közt mindenképpen próbálják azt, hogy elérjék ugyanazt a célt, amit a nagyobbak. A makói magánzeneiskola tanárai eleinte csupán zenét és néptáncot oktattak a faluban, ez később képzőművészeti oktatással bővült, amelynek részeként kézművességet és a festészetet tanulhatnak a diákok. Nem csak ezen a településen van erre lehetőség, hanem már több makói általános iskolában, a gimnáziumban, valamint Maroslelén és Kiszomboron is megtalálhatóak a kihelyezett tagozatok. Gyönyörű szép, mert a gyerekek örömünkre vannak. Örömmel készültek erre a bemutatóra, táncolnak, zenélnek, kiállításunk van, és én úgy gondolom, hogy ahol az öröm felszabadul, ott az emberek kicsit jobbá tudnak válni, és ez az egyetakarás, hogy a gyerekek örömet szerezzenek a felnőtteknek, környezetüknek, ez az összefogás, egyetakarás, ezt ünnepeljük gyakorlatilag a mai napon. A hangszeres oktatásban fúvósokat, gitárt, ütőhangszereket tanítunk, a képzőművészet területén a festészetet, és hát a néptánc az nagyon erőteljes, és nagyon nagy büszkeségünk az, hogy most már nem csak a gyerekek tanulnak néptáncolni, hanem a szülők is beálltak, és a felnőttek is, a szülők is alakítottak egy néptánccsoportot, és a mai napon ők is föllépnek, de számunkra nagyon fontos, mert a példamutatás a gyerekeknek úgy gondolom a felnőttek részéről az egyik legfontosabb dolog. A szereplés egyben egy nyílt vizsga is a fellépőknek, ezen kívül fél évkor és évvégén egy zárt bemutatón is számot kell adniuk tudásukról. Valóban ez egy ilyen nyílt vizsga, de fél évkor és évvégén még külön zárt körű vizsgát is szoktunk a gyerekek részére rendezni. Azért van sok ilyen lehetőség, mert tudjuk azt, ha föllépnek a gyerekek, bizonyos izgalmakat hordoznak magukban, és ezt az izgalmat is be kell gyakorolni, ezért biztosítunk számukra minél több szereplési lehetőséget. Ebben a tanévben ez úgy fog történni, hogy a falunap pünköskort van, és a falu előtt szabadtéri színpadon föllépnek a gyerekek. Igyekszünk nem csak az oktatásban részt venni, hanem a falunak olyan rendezvényein szerepeltetjük a gyerekeket, ahol színesíteni tudjuk a műsort, és hát tényleg nagyon szorosan összekapcsolódva a falu életével próbálunk együtt lélegezni. A következő földáki rendezvény a falunap lesz május 26-án.